A szerb kormány első száz napjának munkáját négy egységbe tömörítette Anna Brnabic. Először az ország 2023-as költségvetéséről beszélt, ami önmagában nem nevezhető eredménynek, viszont a befektetések, az életszínvonal, valamint Szerbia növekedése és fejlődése függ a büdzsé alakulásától. Rekord 550 milliárd dinárt szántak befektetésekre, de a jövedelmek további növelése is terven van. Az állami szektorban az átlagfizetés már meghaladja a 700 eurót, az átlagnyugdíj pedig a 320 eurót. Bernabit arról is beszélt, hogy a nyugdíjak növekedési rátáját tovább fokozzák. Az energetikára és az energiabiztonságra is nagy hangsúlyt fektetett a kormány, ez volt a kormányfő második témaköre. probléma, smo imali, uspeli da obezbedimo energetsku stabilnost. Zima polako na istoku, mi nismo energetsku krizu osetili u Republici Srbiji. Imamo i dalje najjeftiniji ili među najjeftinijima i električnu energiju i gaz. Imamo je dovoljno i obezbedili smo da subvencionisanim cenama, izuzetno subvencionisanim cenama, sačuvamo i standard naših građana, ali takođe i da zaštitimo konkurentnost naše A kormány által hirdetett takarékossági intézkedések is meghozták a hatásukat. A polgárok és a közintézmények novemberben és decemberben összesen 67 millió eurónyi elektromos áramot spóroltak meg. Harmadik témakörként a jogállamiságot és az alkotmányos reformokat emelte ki a kormányfő, amely folyamatos munkát igényel magától az államfőtől és számos minisztériumtól is. A kormányfő kitért Koszovó ügyére és a folyamatos támadásokra a helyi szerbek ellen. Elmondta, a kormány regnálásának száz napja alatt 53 esetet jelentettek. Brnabic szerint mindez Albin Kurti koszovói kormányfő felelőtlen és veszélyes politikájának a hozadéka. Nem a de To pokazuje da ne postoji interes i želja da se implementiraju sporozumi koji su potpisani. To sporazumi sporozumi koji su potpisani pre deset godina. Dakle, to je uslov svih uslova za dalje razgovore. Zajednica srpskih opština i ne onakva kakvu zamišlja neka nevladina organizacija, bilo iz Srbije sa teritorije Kosova i Metohije ili iz inostranstva. A jelenlegi szerb kormány működésének századik napjának apropóján dél-szerbiai körúton vettek részt a miniszterek is. A kormány fő látogatása alkalmával először a Bojnik központjában folyó munkálatokat tekintette meg, majd a Caricin Grádnál található archeológiai lelőhelyre utazott. A kormány tagjai számos helységbe látogattak el a Jablanicai körzetben, és tekintettek meg a tárcájukhoz tartozó projekteket.